Dániel Péter így döntött, hogy festékkel, piros festékkel mondja azt, hogy ne hagyjuk. Több közéleti szereplő pedig azt mondta, hogy aláírásgyűjtéssel gondolja azt, hogy ne hagyjuk. Például Kerékbárci Szabolcs, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Létrehoztak egy oldalt, egy internetes oldalt, egy blogspot.hu-n, ne hagyjuk.blogspot.hu, ahol aláírásokat várnak azoktól, akik azt gondolják, hogy ezt ne hagyjuk. És ha ne hagyjuk, az hogy csináljuk, hogy ne hagyjuk? Miről van itt szó? Arról van szó, hogy a történelem játékszerévé válik a nyers politikának. Ez történt a 20. században szinte végig. És az Orbán kormány olyan embereket, személyeket mazsolázgat ki a történelemből, jelesül a Horthy korszakból, a két háború közötti korszakból, és ezeket az embereket állítja példaképül, a teljes életművüket példaképül a társadalom elé, Lázs Nyirő, József és mások, akik példájukkal nem a demokráciát, nem az emberi méltóság feltétel nélküli tiszteletét, stb. Hirdették. Mi azt mondtuk, hogy ha más nem tudunk tenni, mint két dolgot, hogy egyrészt elmondjuk ebben a roncsolódó demokráciában, féldemokráciában, ebben az oligarchikus rendszerben, ahol a félelem egyre inkább elkezd uralkodni mindenhol, azt mondjuk, hogy van itt 101 néhány ember, aki úgy dönt, hogy ő nem hajlandó félni, Bibó szavaival, Bibó tanítása alapján is, és azt mondjuk, hogy a jövőt kell építenünk, a múlt nagyon fontos, én is mindegy, szabadelvű konzervatív a múltat nagyon fontosnak tartom és a történelmet, de azt olyan szempontból tartom fontosnak, hogy erőforrást jelent adott esetben, és tanulságok levonására kötelezi az embert. Ami itt ma Magyarországon zajlik, az nem ez. Azok a úgynevezett példaképek, akiket a Fidesz állít a társadalom elé, ismételten Horthy, Nyirő, stb., őket nem árnyalt megközelítésben taglalja Orbán Viktor és kormánya, hanem en bloc, egy az egyben felállítja a panteonba a nemzet nagyjai közé, és ezáltal gyakorlatilag a szélsőjobb malmára hajtja a vizet. Ugye itt Kónya Pétertől kérdeztem, mit lehet kezdeni a szélsőjobbal. Egyértelműen azt lehet megfigyelni, ez meggyőződésem, hogy itt egy kulturális vagy eszmei koalíció van a Fidesz és a Jobbik között. Ezekért a szavazatokért megy a harc. Na most hát ezt nem lehet engedni, mert én a gyerekeimet a 21. században a nyugati szövetségeseink által is fontosnak tartott, és a nagyszüleim által fontosnak tartott demokrácia játékszabályai mellett szeretném fölnevelni, nem én pedig ilyen köldöknézős rendszerben. Csak még egyszer kérdezem azzal, hogy azt mondjuk, hogy ne hagyjuk, elmondta, hogy miért ne hagyjuk. De mit tudunk elérni, akár egy aláírásgyűjtéssel, akár egy demonstrációval, attól majd kikerül a nemzeti alaptantervből Nyirő, vagy valaki egyszer csak visszaadja a hangokat, mert most se tudjuk, hova lettek. Vagy nem tudom, tehát, hogy akkor nem fognak soha többet már Horthy szobrokat avatni ebben az országban. Tehát, hogy hogyan tudunk változtatni ezen? Úgy tudunk, ahogy talán Neller Ágnes fogalmazott itt a sajtótájékoztatón, hogy itt egy össznépi butítás megy. Az, akit nem világosítanak föl, vagy nincsen egy árnyaltabb képe a múltról, vagy nincsen tudása, az felelősséget sem tud vállalni semmiért, mert lelkiismeret furdalásra ez sem lesz semmivel kapcsolatban. Magyarországon ma a lakosság vagy a választók nagy része bizonytalan a politikát illetően. Hogyha semmi más nem sikerül elérni, mint muníciót szolgáltatunk akár a Kónya úr által is említett politikai törekvésekhez, akár az értelmiség és a társadalom széles körében ahhoz, hogy mik lehetnek a támpontok a történelem megítélését illetően, hogyan értelmezzük a közelmúltunkat és a jelenünket, és ezek alapján hogyan építsük föl a jövőnket, akkor el tudom képzelni, hogy majd 2014-ben és az addig eltelő időszakban majd igenis olyan gondolatok fognak születni, hogy a alaptantervből ki fognak kerülni azok a dolgok, amik nem odavalók. Az Orbán kormány nem fogjuk meghatni. Az Orbán kormány nem fogjuk ezzel nyilvánvalóan meghatni. Elbizonytalanítani lehet támogatóikat. Hogy ezt miért ne hagyjuk. Tehát gyakorlatilag ez a lényege minden ilyen típusú civil összefogásnak, elmondani, átvinni agyakba, fejekbe, hogy ezt miért nem szabad hagyni. És találjunk egymásra hasonló gondolkodású emberek. Szerintem ez a legfontosabb.
Értem, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet, és hogyha nem volt elég már az izgalmamból, amit itt kaptak az egyenes beszédben, és ne legyen elég, akkor 10 perc múlva kezdődik az elnök emberei. Tartsanak velünk, nézzék azt is. Hétfőn ismét várom önöket, viszontlátásra.